Kezedben érzed azt a remegést, mely egyidős az emberrel, ezt a mindennél erősebb szenvedélyt, mely nem jó és nem rossz, hanem minden élet egyik titkos ingere. Erősebbnek lenni, mint a másik, ügyesebbnek lenni, mester maradni, nem hibázni. Ezt érzi a párduc, mikor ugrásra készül, a kígyó, mikor fölegyenesedik a sziklakövek között, a sas, mikor lecsap. Megmozdul szívünkben és mozdulattá alakul át kezünkben egy indulat, melyet hasztalan neveltünk és szelidítettünk hosszú időkön át. Egyáltalán a 20-as lőálláson, ami a fenyőfánál van Dobromban. Ugye már ha hajtjuk vissza... De már 8 órakor a disznó nem fákszik. Hát azért mondom. November van. A gímszarvasok násza már régen véget ért, és a dámok is befejezték a barcogást. Elérkezett a vaddisznóhajtások ideje. Aha. Igen. Akkor itt te tudsz vele operálni. Már én azt mondom, a hajtát majd én irányítom, hogy itt jól közelek rendesen. Röviden. Amíg ott a hajtás. Ja, hossz itt elő, magasra várja, Artúrál. Talán nem. Ugye, persze ne, hát ami így jön vissza, érted, előttetek 15 méterre, hát arra már nehogy bozzuk. Magyarország nagyvadfajai közül a vaddisznó az, melyet a vadászok nagy része kedvenc nagyvadjának tart. Többféle módon vadászunk rá. Lesről, cserkelve, csapázva és társas vadászati formában is. A vaddisznóhajtás talán az egyik legizgalmasabb és egyben legnagyobb hozzáértést igénylő vadászat. Megszervezése és lebonyolítása a vaddisznó életmódjának és viselkedésének ismeretén felül rengeteg előkészítést és nagyfokú koordinációt igényel. A hajtások novemberben kezdődnek és január végéig tartanak. Az igaz vadászok január közepe után a malacozások megkezdődése miatt azonban már nem hajtanak. November-januári időszakban a természetes takarás minimálisra csökken az erdőn és mezőn, így kedvezőbb lehetőség nyílik a pontos és biztonságos lövések leadására. Ezen kívül a vaddisznó szaporodás biológiájának megfelelően ekkor a legkisebb az esélye annak, hogy csíkos malacok vagy azokat nevelő kocák kerüljenek terítékre.
A vaddisznóhajtóvadászat két fő részből áll. A hajtásból és a leálló puskások soraiból. A vadászatok sikerét nagyban meghatározzák a tapasztalt hajtók és a jól dolgozó kutyák. Munkájuk eredményét a leálló vadászok élvezhetik. Filmünk a vaddisznóhajtás élményeit a lőállásokról mutatja be. A vaddisznó intelligens állat. Menekülés közben arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb takarásban haladjon, és ha nyíltabb területeken, például szálerdőben vagy mezőn próbál egérutat nyerni, ott mindig felgyorsít tempóján. Éppen ezért fontos a jó lőállások kialakítása. A lőállások helyét mindig az adott vadászterület jellemzői határozzák meg. A standokat olyan időszakban érdemes kijelölni, amikor a természet a hajtások időszakához hasonló képet mutat. A jó lőállás legfőbb jellemzője nagyon egyszerű. Lehetőség nyíljon onnan célzott lövést leadni. A vad vonulásának szempontjából egyébként rendkívül kecsegtető állásokról néha a vadat még megcélozni sem lehet. A sűrűkhöz túl közeli helyeken a disznók száguldva vagy hajtókutyákkal az oldalukon érkeznek. Még szálas erdőben is nehéz ezekben a helyzetekben biztos lövést leadni, nem beszélve a szűk nyiladékokról, pár négyzetméternyi kis tisztásokról. Ha elkerülhetetlen az ilyen lőállások kialakítása, nagyon jó szolgálatot tehetnek az emelt állások. A hajtástól akár több száz méterre elhelyezett standokon igazán jót lehet vadászni. Sokan azt hiszik, hogy az úgynevezett távváltókra csak szarvastarvadra érdemes puskást tenni. Pedig ha a leállók nagy része ilyen helyeken van, a megnyugodott, meglassult vadat könnyebb eltalálni és fokozottabb figyelmet szentelhetnek a nagy vezérkocák kíméletére is. Ugyan szinte minden nagy vadfajra jellemző, hogy rendszeresen használja a megszokott váltóit meneküléskor is, mégis legjobb, ha a hajtott területet körbeálljuk.
A vaddisznót nem lehet irányítani. Sokszor a visszatörő vadra állított vadászok jutnak a legnagyobb élményekhez. Talán a vaddisznóhajtás az a vadászati forma, melynél a legtöbb sebzés előfordul. A lehetőségekhez képest minél előbb gondoskodni kell a sebesült disznók megkereséséről és terítékre hozásáról. Ez sokszor nagyon izgalmas és egyben veszélyes is lehet. Bement a patakba. Bata a patakba jött, azért tűnt ott el, belejött a patakba. Kutya elmaradt. Hogy jött lenne a patakba? Patakba jött végig. Azt a szentségét. Ez az egyes koca a tapasztalt kísérőknek egy kiváló jakteriernek és a szerencsének köszönhetően könnyű sérülése ellenére is terítékre került. Szántóföldön, akácoson, nádason átjárta utolsó útját. Áttörve egy porta kerítését, a Berek patakja lett végső fekhelye. Ha jól megy a hajtás, megfelelőek a lőállások és a sok apró mellékesnek tűnő részletre is odafigyelünk, a vadászatok minden résztvevője elégedett lesz, és gazdag vadászélményekkel térhetünk haza.
Jó idő van. Talán az is marad egész nap. Tavaly esett az első hajtáson, és ráadásul nem is jött semmi. Érzem, hogy ma szerencsém lesz. Jó területre megyünk, és a vadőrök szerint van szépen disznó is. Az eligazítás után kihúzzuk a sorszámokat. Vajon melyikünknek jut a szerencsésebb lőállás? Van, aki egy nap több disznót is lő, és akad, aki nem lát vadat. Amíg mi tanácskozunk, a konda éppen lefekvéshez készülődik, a nagykan pedig behúzódik a legsűrűbb fenyvesbe. Felén fog menekülni, vagy szembefordul a hajtással. A sebzett vadra utána lövöldözés olyan formán, amikor már az nem biztonságos, nem szabad. Majd azért vannak itt a kutyás hajtók, a kutyák is rá fognak menni, a sebzási halálos lövés, ez így is a viatók. Testnél eső, magába a hajtókutyák is izgatottak, mennének már. Vigyáznunk kell rájuk, főleg a nyiladékokon. Aki figyelmetlen és meglő egy hajtókutyát, az örök bűntudat mellett a vadásztársak ítélő pillantásait szenvedi. Nem szeretnék leálló lenni olyan ember mellett, aki elnézi a kutyát vaddisznónak. Figyelni, koncentrálni. Vonulunk, mint egy páncélos hadoszlop. Zeng az erdő csendesnek félt lépteink alatt. A szajkók már régen szétvitték a hírt. Megjöttek a vadászok, vigyázzatok! Miért nincs puha macska talpunk, vaddisznó orrunk? Szarvasfülünk, rókajárásunk. Ha itt jön ki, lesz időm lőni.
De ez a másik oldal egy szűk út. Ha itt átugrik... Valami közeledik. Ez a fiatalkan helyben maradt. Mi alatt mi várakozunk, a hajtók árkon bokron átűzik a vadat. Mi lenne velünk puska, meleg ruha és kutyák nélkül? Itt nagyon gyorsan fognak jönni. Ha konda jön, az elsőt elengedem. Ha egyes disznó jön, valószínű, hogy kan lesz. Az első lövés, mintha talált volna.
Majd megnézzük a rálövés helyét. Disznószag. Itt mentek át. Ott a vadász, de hol a zsákmány? Nem tudtok emberi nyelven beszélni, de mégis beszél a tekintetetek. Az én kutyám meg most otthon a vadászatra gondol, mert a gazdája leálló, és oda nem viheti magával. Pedig hogy jönne? Van lenni disznó. Nem lőttél meg egy disznó? Hát szerintem én meglőttem, mert... Nem, a nő van, mindenki az első lába hozzuk, az abban tartottak. Azt én nem. Mi? Babos? Nem. Fekete. Ott köz volna filmet. Ott lett volna érni. Leküzdöttem. Az meg jó. Mikor? Ha a macsétát akartuk belenyomni mindig. 15 disznó ide jött az elején. Azokra rálőttem én kettőt. Volt egy, egy duklázás. Utána megjöttem egy babosat. Ha jó macsó volt benne az áramkod. Egyet az üvöl is mondjuk. Aha. Abból fondál, hogy tormazás van a szor. Honnét ez vissza? Így nézd vissza, felé biztos nem. Bekanyarodhatok így, hegybe. Ez egyik átfelő lábán a son, másik nagyobb pont. Most lehet, hogy előttem a lábát. Kutyát lefogta, hogy sehova nem tudott. Lehet, hogy így nézd egy olyan 30 méterre ment át a konda. A nézzétek meg van-e vér, már ha van, akkor ott eszik. Mert ott lenne az árokból lesz művel biztos, szerintem 2 vagy 3. Ja, tudom, jó van. Találkozunk a csatári templomnál. Amíg a hajtók átállnak a következő hajtáshoz, mi átbeszéljük a történteket.
Vajon meglőtték azt az egyest? Legalább 6 lövést leadtak rá. Hány jött kb? Együtt jött mind, abban a baj. Oda lőtti, nem fecsendek széljá? Mi? Nem fecsendek széljá, míg elsőt közébük lőttél? Nem, mi? Koca észrevettem. Jött elő egy babos koca. Amiket átjöttek az úton, az a szakadó. Húztad volna már ki szemben, mikor? Azon a lőalláson nem azt mondja, hogy hátrém kell tenni egy 100-150 méterre. Már közel van, egy bűja. Jön még a lisza, nem csalódj az osztrák. Bár nem látsz. Elfordul délnek, és a gási egy sincs. Vagy jött ki meg lőni az úton, vagy elfordul délnek. Egy sem. Szemerkél az eső. Nehéz lesz meghallani a közeledő disznót. Nem könnyű ezen a nyiladékon meglőni a disznót. Talán mielőtt kijön, hallani lehet majd. Az irány jó volt, csak aláment. Már csak az idegek játszanak. Hát itt vagy. Jó, hogy jelezték a süldőt, az ugatás nélkül lehet, hogy kereket oldott volna. Bátor kis vadásztársak. Morzsinak hívnak? Téged meg Maszatnak? Thank you.
meglőtte szarvast egy ámulat. Nem őrült. Nem ő? Hol első lábát kaptál? Nem őrült el. Az... Your dear went disturbed. A comblövés nem halálos, de egy jó vérebben lehet esélyünk a megtalálására. Jött egy kis adrenalin. Száj, basztam. Bassza meg. Ezt elhibáztam. Jól esik a meleg étel a második hajtás után. Thank you.
erdőkben van valami megrendítő. Megrendítő az élet akarata, mellyel egy nagy erdő kifejezi a világerőket. Mit pazarolt el a természet magvakban, porzókban, bibékben, kísérletekben, napsütésben, esőben, széljárásban, míg egy erdő felépült? S milyen céltudatos és néma ez a létezés, mely semmi egyebet nem akar csak lenni, csak felnőni és évszázadokon át megmaradni, teljesen kifejezve önmagát, lélegezve és felelve a világnak. S ugyanakkor nem tör senki ellen, otthont és életet ad élőlények milliárdjainak. Milyen nagy és bölcs közösség, mint az ősapák úgy örködnek az élet fölött. Egyszerre felelnek hatalmas törzsükkel a földnek és az égnek. Jön vissza. Megőrtem azt meg. Megőrtem a rosszul, hogy egy futkos körbordani. Hol van? Állunk a bokra most. Thank you.
Milyen csodálatos állat. Testfelépítése tökéletes. Mozgása a harmónia megtestesülése. Elejtése kihívás és beteljesülés. Melyik vad ad ennyit nekünk? Megvan ez lőve. Hát is egy basszom. Uh-huh. Nem igaz, bassz meg, hát hátul két. Az megvan lőve. Miért ide mit csinál? Megvan lőve ez a disznó.
nemesként távozni az élettől, szabadon, küzdelemben, az ellenség általi tiszteletben. A sajnálat és a szánalom kíséri az ember által leölt haszonállatokat. Hasonló az érzés befogott vagy előnevelt vadállatok vadaskerti irtásakor. De a szabad környezetben élő vad az más. Elejtését küzdelem és tisztelet övezi. A szánalom ismeretlen kifejezés a vadonban. Itt fekszel hát előttünk, legyőztünk. Újra és újra kapunk tőled valamit, amit csak te tudsz adni számunkra. Védünk és oltalmazunk, mégis végzünk veled. Tisztelettel és méltósággal búcsúzunk tőled. Sokan nem értik ezt és elítélnek bennünket. De ők nem ismernek téged. Nem ismerik ősi erődet, anyai gondoskodásodat, vakmerő bátorságodat. Nem ismerik szagodat, nyomodat. Nem ismerik az érzést, azt a különös szenvedélyt, a férfi élet legtitkosabb szenvedélyét, amely minden szerep, ruha és műveltség mögött él minden férfi idegeiben oly mélyen, mint örök tűz a földben. Amíg a hajtók átállnak a fenyveshez, néhány falat szalonnal, ilahagymával, igazi csemege. Is lehet. Hát milyen volt ez? Fehér róka. Az anyám egyszer, micsoda gyönyörű. Fehér róka. Miért nem a dalfcsőve? Idenéhez itt volt neki, idenéhez itt volt neki. Szóval kész, mondom, meghúzom, meghúzom, meghúzom. Bad. Ez az utolsó hajtás ma. Vajon kire mosolyog utoljára a vadász szerencse? Ha ott jön ki, lesz idő felkészülni. De a nyílt terepen nem fog átsétálni. Megállni, tájékozódni pedig semmi esetre sem. Ügyesnek kell lenni, gyorsnak és pontosnak. El vannak fáradva nagyon. Messziről jöttek.
Gerinclövés. Köszönet neked, vaddisznó, rejtekadó erdő, zöldellő fagyos vetés, agyagos szántóföld. Véget ért a vadászat. A hajtók fáradtan lépnek ki az utolsó meghajtott erdőből. A leállók törettel a kalapjukon büszkén kísérik a terítékre hozott vadakat az utolsó útra. Az erdő elcsendesül. Az a kutya tiétek? Mely? Az öreg kutya? Az öreg kutya. Hófehér róka ugye. Hófehér. Vagy oda, van egy jönne mocska oszó. Ja, mocska fosé. Van kutya, nem kutya. Bárán nézek, ott van. Nagyban mértek. Te mondom már, milyen kutya vagy mocska? Nézem szembe. Fáhé, fekete volt a füle körbe, így. Ha nem árta meg, hogy mondom, milyen kavalé kutya volt. Nézd, hogy tett élre. Hófehér. Mondtam, bazzek, nem már, nem mondom, hogy kérdeznek. A vadászat áldozat. Torz és szertartásos maradéka egy nagyon régi, az emberrel egyidős vallásos cselekedetnek. Mert nem igaz, hogy a vadász a zsákmányért öl. Soha nem ölt csak a zsákmányért. Talán még az őskorban sem, mikor ez volt számára a táplálékszerzés kevés lehetőségeinek egyik módja. Mindig szertartás volt a vadászat. Törzsi és vallásos szertartás. A jó vadász mindig a törzs elsője volt. Vaddisznóvadász lettél. Öröm és ünnep egyben. Soha nem szabad elfelejtened, hogy te vadász vagy, és mindig tisztelettel kell, hogy adózzál az elejtett vadak iránt, kiket megöltél. Életüket adták, hogy a szenvedély, mely benned él, elejtésük által kiteljesedjék.